Szeretettel üdvözlök mindenkit a 10. beszélgetésünkön, amelyről majd fog beszélni dr. Benkő Attila, hogy még Nemere István és Boros Lajos is megemlítette, és egy új érdeklődőt, Wolf Csaba barátom a Siófokról, aki régi ismerős, ő mondan egy pár szót magáról, mutatnám be. Sziasztok! Az a baj, tényleg csak pár szót tudok mondani, mert szokásos 20 kilométeres biciklis tekerésem 4 órára van kitűzve, úgyhogy csak bejelentkezem egy kicsit, megnézlek benneteket, aztán majd valamikor, amikor fölrakja ez a jó ember, a drága jó barátom a videót, akkor majd azt megnézem. Magamról pár szót, autóalkatrészek, kenőanyaggal kereskedem, már ha tudok, meg lakást adok ki itt Siófokon. De hát olyan nagy csodák nincsenek. Amikor tudok, akkor mozgok, sportolok. Hát ebben az évben maradt a bicikli. Futásnak nem jön össze, mert a térdem nem bírja. Egy évvel ezelőtt januárban műtötték, de azóta még nem akar helyrejönni. Bár lehetséges, hogy egy pár kilót le kéne fogyni. Jelen pillanatban 87 vagyok. Hogyha ezt le tudnám vinni egy 72-re, akkor az biztos jobb lenne, de ez még egyelőre csak próbálkozom vele. Jó, én még annyit, nem remélem, hogy szerint a hangszórón be van kapcsolva. Mindjárt nézem, hogy én hangba vagyok-e. Igen. Hogy annyit még azért Csabáról, hogy ő is, illetve még Takács Ervin van Siófokról még tervben behálózás alatt, ugye szintén Bakai Lajos barátom együtt, aki siófoki. Ő is egy ilyen polihisztor, általános érdeklődésű emberek mint. Tehát sokat olvasottak, világra figyelők, műszaki irányban érdeklődők, sokat túrázók, világ, az erdőt ismerők, és ezért úgy gondoltuk, hogy az érdeklődés miatt majd előbb-utóbb igényt tart ő is a csapatunknak a társadalmat. Én azért nem vagyok akkora agy, mint itt sokan, de hát... A csütörtök neked nem tehető egyébként szerdára a biciklizésed? Csak úgy kérdezik. Én majdnem minden nap biciklizem. Csak azért ám, mert nekünk a csütörtök az igazán jó, mert szerdánként értekezett volna. Megjött Nagy Balázs kollega. Na akkor átgondolod, és akkor neked jó tekerést. És akkor Nagy Balázs is mutatkozzon be nekünk egyet. Igen, ki nem ismer? Hát... Még találkoztunk már múltkor, amikor egyszer sikerült elcsípned. Csaba és... Ja, és Bakai Lajos talán nem... Nem tudom, akkor volt-e bemutatod, azt már nem tudom, hogy beszéltél-e. Nem nagyon, mert akkor éppen autózás közben találkoztunk, tehát akkor annyit rólam, Nagy Balázs, a név már megvolt az imént, és hát a gimnáziumban fizikát tanítok, meg egy másik iskolában informatikát, de nagyjából ez is az az érdeklődési terület, amivel foglalkozok, meg hát minden más. Csillagászat, űrkutatás, és a többi. Szervusz! Én annyit hozzátennék, mert ő nagyon szerény lesz, hogy Szegeden végeztél, és nem csak fizikát, hanem... Fizika mellett még nem, vagy csak poliszterként csináltad mindig az összes többi más szakot? Pécsen végeztem, és informatika. Tehát ő info, Pécsen végzett. És fizika. Info, fizika szakos, ugye, tehát a kihalófélben lévő fizika szakosok egyik, és a fiatalos korosztály. Egyrészt, másrészt igen. Azt kell tudni, őskövület. Fényévét együtt csináltuk végig annó 2013-ban, és... És győzött a Mars. És győzött a Mars, és nem véletlenül, és most is nagyon nyerésre áll. De ugyanakkor még mindig azt mondom, hogy biológiával a Vénusz majd egyszerűbb lesz, mert azért a Mars hát azért problémák. Csak azért, mert közelebb van. Nem, meg azért, mert ugyanakkor a méretű, mint a Föld. Meg azért, mert van mágneses meze, meg azért, mert a biológia vektoriálisan dolgozik, tehát egy jó génmódosított anyagokkal ott az simán átalakítható nélkülünk. Azért legyünk őszinték, most, hogy az új NASA rover ott van, lőtt sarki fényt. A sarki fénynek a feltétele a mágneses pajzs. Na ezért vagyunk itt, és akkor most akkor azzal befejezve azt, hogy akkor egy szuper polihisztor köszönhetünk Nagy Balázs körében egyébként társaságában, és már is az aktuális témák az első fél órában. Ez azt jelenti, hogy akkor erről nem tudtunk, tehát akkor te erről olvastál, hogy... Igen, sőt nagyon jó kép is van, megkeresem, földobom mindjárt. A lényeg az, hogy van sarki fény a Marson, viszont ha van sarki fény, akkor van légkör, meg van mágneses tere. Van Kármán határ, minden van. Csak minimális. Úgyhogy, csak minimális, de akkor is van. De az azt jelenti, hogy nem. Mert ugye egyelőre azt mondjuk, hogy valami védelme, mert biztosanám azt mondjuk, hogy nincs mágneses pajzsa, mert hogy leálltak a folyamatok, ugye, ami a kéreg alatt zajlanak. Ezek szerint nem. Ha
Jó, elnézést, nem akartam már... Dino Muelv, a Mag című filmre gondoljunk valamennyien, Dino Muelv nem lehetséges, hogyha ha nincsen bent mozgása a magnak. Így van. Tehát nem egy kihűlt magról beszélünk egyértelműen, ez nem kérdés. Hát ott is, hogyha megnézitek, a nyári időszámításban vannak ám 20-22 fokos hőmérséklet adatok. Ha igen, tehát náluk is, ugye... egyes régiókban nagyon rövid időre feltételezik, hogy időnként, főleg a közel belsejében, még az is előfordulhat, hogy folyékony víz van. Csak ugye ott igen, van az összes oxidáns probléma, ez majd egy külön témakör lesz. Nekünk volt egy egyéves csatározásunk barátilag a Mars és a Vénusz kapcsán, és ezzel vettük rá természettudományba a gyereket, tehát ezt Attila is tudja, meg Lajos kivételével mindenki, meg Melissa természetesen nem. Aktualitásokat bárki más bedobhat a hétről, mert utána egy kártyatémát mutatunk be nektek. Én kérdezni szeretnék, hogyha lehet, hogyha van csillagászunk, akkor szívesen megkérdezném, hogy most kaptunk hangfelvételt a Marsról, és ennek kapcsán meghallgattam a hangfelvételt is, meg a Vénuszról is, amit ugye talán 74-ben, vagy mikor készített az orosz szonda is, és ott lehet hallani. Vennyira, igen. Azt hiszem, az egyik, kettő közül az egyiknek megvan még a hangfelvétel. Hát és azok ott, párosan mentek a Venyerák. Igen, és ott lehet hallani, hogy van légköri hang. Tehát, hogy ez a... és folyja. A Venyerákon van légkör. Igen. Persze, hogy van. Igen. Igen. A hangja. Tehát a kérdésem az, hogy most kaptunk felvételt ugye a Marsról. Igen, ez izgalmas. Ezt akartam, el akartam is kiukadni, hogyha nincs légkör, akkor hol jön a hang? Hát szóval... hangot a százados légkör is okozhat. Persze, egyetem, de mégiscsak légkör van. Jó, a mikrofon. Ja, lehet. Lehet, hogy egész stúdiót elvittek magukkal ezzel a járművel, belefért, mert akkor... Nagyon sokat az űrkutatás űrhajók, illetve most már Space Junkie csatornát nézzétek a YouTube-on, mert retteltesen jól elmagyaráznak mindent ezzel kapcsolatban, csodálatosak. Ugyanúgy, mint az űrkutatás magyarul csatorna is. Most a fekete lyukakról volt a 34. videójuk, valami halál jó az űrkutatás magyarul. Jó. Más aktualitás a hétről, hetekről, amit úgy érdemes lenne földobni az első fél órában. Ha bekerülünk megint a Borosék és a Nemere István beszélgetésébe. Aktualitások. Újságban olvastam, és ide vág, és ez a héten nem menjünk el mellette, mérnöki és természettudományok kapcsán. Hát akkor nézzük azt, hogy sikerült megoldani a SpaceX-nek, hogy 9 egyszer visszatért a Falcon 9. Ugye ez azért izgalmas, mert egy csomó Falcon 9 rakétát fellőttek, de ez az első, ami meg tudta járni, ugye 60 darab műholdat vitt föl, és visszajött, ő a 9. jött vissza, ez ugye azért érdekes, megint Elon Musk-féle stílus, hogy nem a 10. ünnepli, hanem miután a rakétának a neve Falcon 9, ugye azért tudjuk, mert 9 darab Marvel hajtómű hajtja, ezért ő a 9. ünnepelte meg, hogy visszatért 9. is az egyik eszköze. Ez megint napjainkban volt. A Teslára is valami nagyon különleges számmal volt beározva, hogy annak meg a droghoz volt. Igen. Ugye? Igen, tehát, igen, így van. Egy szimbólumrendszert elrejtő is mindenbe, és erre majd visszatérünk a kártya kapcsán. Egy ilyen SpaceX nem robbant föl egy indításnál most? Nem, a leszállás nem után 3 perccel, de az már nem számít, az már leszállt. 8 perccel, és nem a 9-es, tehát nem a Falcon 9, hanem ez a bazi nagy rakétájuk, amivel majd a Marsra megyünk. Fucking big rocket, igen. Figyeljetek, 8 perce volt az űrhajósoknak kiszállni. Nem, az gyerekek, ez még ez egy próbálkozás, tehát hiszen hát ez ugyanaz, mint amikor az elején még. Persze, hogy ők nagyon jól csinálják, ez a lövünk, robbantunk. Persze. Mert így most elmennek mindenek az anyag határáig, és mindent megtanulnak. Annyi esetleg, hogy a Falcon rakétáknál a 4. már működött, ez meg most a 10. volt. Ez kicsit emlékeztet a Verne Gyula félek, föllövünk titeket ágyugolyóval az űrbe, hogy igenis, hogy mernek bevállalni, bevállalósak, hogy igen, nem az van, hogy muszáj sikerülni a presztízsből, és akkor 20 évig fejlesztünk, mint a NASA, és még akkor is 50%, hanem sorba robbanjanak föl, amíg ki nem derül, hogy mik a hibák, és onnantól kezdve akkor 10-szer letizedeljük az árakat, a kilós árakat, a felvétel árakat. Ha más nincsen, akkor Attila, meséld el ezt a sztorit nekünk. Hogyan volt ez Borossal és Nemere Istvánnal?
Hát nem erre Istvánnak, ugye megjelent a könyve. Elnézést a háttér hangokért, mert most itt vannak a gyerkőszök is. Köszönöm. Tehát nem erre Istvánnak az Idegenek a Földön és a Világőrben című könyve megjelent, és ezzel kapcsolatban Boros Lajos, a Lali Király csütörtöke, az igazság adáját van, díszvendég nem erre István című, egy ilyen online eseményt hozott létre, mint amilyeneket mi is szoktunk. Csak ugye Nemer Istvánt hívta meg, és hát hozzászóló között elég kevés hozzászóló volt, viszont én is hozzászóltam, és az egyik hozzászólásom az a kapcsolatban volt, hogy ugye beszéltük ezt a jelet, amit fogtunk. Igen. A legújabb jel, és ezzel kapcsolatban valami olyasmit mondott nem erre, hogy ő lenne legboldogabb, hogyha sikerülne, tehát hogyha tényleg kiderülne, hogy ez így van. Másik, hogy hát lehetett kérdezni is, és én azt kérdeztem, hát így a kommentben a nemerétől, hogy mi lenne ez a három dolog, amit kérdezne egy szuperintelligens földön kívülétől, hogyha egyszer tényleg létrejönne egy ilyen kapcsolat. És hát ő így a technológiai részekre tért ki, hogy mivel jött, honnan jött, hogyan jött, tehát hogy ezeket kérdezni meg. Aztán egyébként felmerült még egy olyan kérdés is, az nem erétől, egy másik beszélgető partnerétől, hogy mondjuk esetleg, hogy van-e náluk demokrácia, hogy ez is érdekelte ez a dolog, ez a kérdéskör. És beküldtem a kommentek közé. Egyébként nagyon kevés komment volt, tehát azokat mindegyiket lettek mind a ketten. Hogy beküldtem azt a legutóbbi videónkat erről a jelről, amit készítettünk, és ezt lájkolta is Boros Lajos, aki szervezte ezt az eseményt. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy nem erre is belenézhetett valószínűleg, hiszen érdekli őt is ez a téma. Úgyhogy ez volt az apropója, hogy megjelent a könyve, és hogy ezzel kapcsolatban is voltak beszélgetések. Hát így ez a sztori. Oké, akkor hogyha más nincsen, akkor viszont pont azért, hogy Balázs besegítsen nekünk, én akkor átveszem a szót, és akkor egy képernyő átadással áttérnék a második felére a beszélgetés sornak, és ez azt jelenti, hogy én most zárom ezt a felvételt, elbúcsúzva az általános részeket nézőktől, mert van, aki már jelezte a gyerekek közös, hogy megnézte vissza videót, és egy olyan rész van, ahol egy nagyon speciális kártyacsomagot fejlesztünk az informatikusok egyesületek számára, és a világ számára, akár az Amazon számára. Tehát érdemes lesz azt is megnézni, csak az egy másik listába kerül, úgyhogy most ezt a videót zárom.